fontos határidő. Április 15-ig jelenthetik be a gazdák téli fagykáraikat. Letették az alapkövet, két csoportszobával bővítik a nyíregyházi Szent Imre katolikus óvodát. Mentést szimulálnak, négy ország együttműködésével árvízvédelmi gyakorlat kezdődött ma Szabolcs-Veresmarton. Mintegy 300 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazda nyújtott be kárenyhítési kérelmet eddig a téli fagykár miatt a Magyar Államkincstár mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerén keresztül. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Fontos határidő közeleg a károsultaknak, a bejelentéseket április 15-ig tehetik meg a termelők. Akiknek van biztosításuk, a hozam kiesés akár 80%-át is megkaphatják. A megyében főleg a csonthéjas gyümölcsöknél és néhány almatermésnél okozott károkat a téli fagy. A gazdák a kárenyhítési igényüket április 15-ig jelenthetik be. Ezt a Magyar Államkincstár mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerén keresztül tehetik meg. A termelőknek meg kell adni azt a napot, amikor a kár bekövetkezhetett, tehát azt a dátumot, amikor a hőmérséklet mínusz 15 fok vagy annál alacsonyabb volt. Körülbelül 300 főtett bejelentést 1200 körüli helyrajzi számon, de én arra kérném ezeket a bejelentőket, hogy a mostani időjárás, ami egy hete körülbelül, amikor mióta már ilyen jó idő van, a gyümölcsösök egészen más képet mutatnak, úgyhogy jó lenne a gazdálkodók, még egyszer szemrevételeznék, és esetleg, ha úgy látják, hogy mégse következett be ez a fagykár, akkor feleslegesen az ellenőrzés ne járja fel ezeket a területeket, ha úgy is tudjuk, hogy hiába valahogy, hogy kérném, hogy még egyszer nézzük meg, mert egész más képet mutat most a gyümölcsös, mint ezelőtt két héttel. A kárenyhítés igénybevételéhez növényenként legalább 30%-osnak kell lennie a várható termés kiesés mértékének. A bejelentett adatok valóságtartamát a Földművelésügyi Igazgatóság szakemberei helyszíni szemléken ellenőrzik majd. Azok a gazdák, akik üzletalapú biztosítást is kötnek, akkor ennek a bizonyos hozamkiesésnek a 80%-át kaphatják meg, akik üzletalapú biztosítással nem rendelkeznek, azok ennek a 80%-nak az 50%-át, azaz 40%-ot kaphatnak. A 2017. évi biztosításokat a gazdák még május 31-ig megköthetik. Ezekhez a díjakhoz hazánkban már 5 éve kaphatnak támogatást a termelők. 2016-tól ezt a vidékfejlesztési program keretében igényelhetik. Idén erre 4 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre. Két csoportszobával bővítik a nyíregyházi római katolikus Szent Imre katolikus óvodát. A beruházással júliustól a jelenlegi 50 helyett 100 gyermek járhat az intézménybe. A 175 millió forint értékű állami támogatással megvalósuló fejlesztés alapkőletételén Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára elmondta, Magyarországon jelenleg 110 ezer gyermek jár katolikus óvodába vagy iskolába, ami az 1990-es évekhez képest hatalmas fejlődés. A Szent Imre Katolikus Gimnázium Általános Iskola Kollégium Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola tagóvodája 2012-ben nyitotta meg kapuit Nyíregyházán. A jól felszerelt 50 férőhelyes két csoportos épületben azóta is tart a gyermekek nevelése. Az óvodások énekkel, verssel köszöntötték a bővítő beruházás alapkőletételére érkezetteket. Az ünnepségen az intézmény vezetője elmondta, 175 millió forintos fejlesztés előtt áll a katolikus. A 2012-ben megépült óvodai szárnyudvarán állunk, ahol két óvodai csoportban 50 gyermeket nevelünk keresztény szellemben. Miután a szomszédos házat Nyíregyháza várostól megvásárolta a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye a Magyar Katolikus Püspöki Konferencián keresztül, ebben az új épületben további két csoportszoba kap majd helyet, ahol további 50 gyermeket szeretnénk nevelni. Az ünnepségen az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár azt mondta, Magyarországon jelenleg 110 ezer gyermek jár katolikus óvodába vagy iskolába. Soltész Miklós hozzátette, magyar és uniós forrásokból az elmúlt években is segítették, nem csak az állami vagy önkormányzati oktatás-nevelési intézményeket, hanem az egyházi fenntartásúakat is. Az államtitkár kiemelte, így tudott megvalósulni az a közel 11 milliárd forintos program is, amelyre a 350 fő feletti intézmények pályázhattak.
Így tudott megvalósulni egy másik pályázat, amely 350 fő alatti intézményekre tudtuk írni. Ennek az eredmény hirdetése még nem történt meg, több mint 14 milliárd forintból valósul meg, és ebbe egyébként nemzetiségi iskolák is pályázhattak, nem csak egyházi felekezeti iskolák, és így tudott megvalósulni, vagy indulhat el most ez a fejlesztés is, ahol csak itt a Debreceni Nyíregyházi Egyházmegyében 8 egyházi fenntartású óvoda, vagy iskola, gimnázium, kollégium újulhat meg, több mint 2 milliárd forintért. Az új óvoda része meglévő épülethez hasonlóan Kulcsár Attila Ybl-díjas építész tervei alapján készül majd el, várhatóan július végére fejeződnek be a fejlesztő beruházás munkálatai. Négy ország együttműködésével árvízvédelmi gyakorlat kezdődött ma Szabolcs-Veresmarton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szervezésében. A Nemzetközi Tapasztalat Szerző rendezvényen összesen 270-en vesznek részt. A magyar, szerb, szlovák és horvát csapatok 6 napon keresztül gyakorlatoznak a Felső-Tiszán, ahol egy elöntött falu mentését szimulálják. Ez a felfújható csónak jelképezte az árvízben elsüllyedt háztetejét Szabolcs-Veresmarton, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága közösen szervezett Európai Uniós nemzetközi mentési gyakorlatot a Rétközi tónál. A dögéig érő szakaszon alakítottak ki egy faluképet. A mentési gyakorlaton ezt lepte el a medréből kilépő Tisza. A magyarok mellett horvát, szerb és szlovák egységeket is bevontak a mentési munkába. Összesen 270-en vesznek részt a 6 napon át tartó gyakorlaton, azzal a céllal, hogy mindig felkészült szakemberek segítsék a lakosságot. A 18 hónapos projektet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság koordinálja, és a projekt része volt az, hogy különböző egyeztetéseket tartottunk a partner országokkal, így a gyakorlat irányítása és az ellenőrzése külön válik. A gyakorlat forgatókönyve pedig tartalmaz egy logisztikai és infokommunikációs tervet is, hiszen az együttműködésnek ez a kulcs mozzanata, a kommunikáció, amely révén tud a koordináció megvalósítani. A gyakorlat azért 6 napos, mert ilyen esetben is így elhúzódik a káresemény. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság társszervként vesz részt a gyakorlaton, egy 25 fős vízminőségvédelmi csoport dolgozik a terepen. Ezen a területen rendkívül nagy az árvízi veszélyeztetettség, ezért is fontosak az ehhez hasonló gyakorlatok. Így a figyelem és a rutin jobban kialakul, amely éles helyzetben kiemelt jelentőségű lehet. A vízügyi igazgatóság egy feltételezett szennyezés esetén avatkozott be. Azt feltételeztük, hogy az elöntött területen, lakott területen belül szénhidrogén, illetve olyan szerves anyag került a vízbe, ami az oxigén tartalmat lecsökkentette az elöntött területen lévő folyadékba, vízbe, és ennek a elhárítására tevékenykednek a kollégák. Tehát merülőfalat telepítenek, levegőztetik a rendszert, illetve olajlefölöző berendezéseket üzemeltetve visszafejtik, vissza összegyűjtik ezt az olajszennyezést. A katasztrófavédelmi csoportokat a Magyar Vöröskereszt is segíti az ehhez hasonló vízhelyzetek esetén. Itt Szabolcs-Veresmarton egy 21 fős egység látja el a szervezet munkáját. Velük érkezett egy 30 fős szerepjátékos csapat, amelynek tagjai az áldozatokat játszották el a gyakorlat ideje alatt. Így hiába szimulált az árvíz sújtott a falu, mégis élethűnek tűnik a munka. Jelenleg is hát éles helyzetben is egy árvizes szituációban a sérülteknek ugye az ellátása, egyrészt a fizikai sérüléseknek az ellátása, másrészt a lelki sérülések ellátása. Erről egy pszichoszociális ellátócsapat gondoskodik, illetve van itt még egy speciális feladatunk, ami a higiénés magatartási szabályok betartatásáról szól, ami ugye egy árvíznél előfordulhat. Az Európai Unió kiemelten támogatta a katasztrófavédelem programját, hiszen az új elemeket is tartalmaz. A mostani gyakorlat különlegessége, hogy állatokat is mentettek. Horvát és magyar csapatok közösen vitték el ezeket a juhokat, amelyek a gyakorlat szerint szintén valamelyik vízzel borított területen ragadtak. Akár több százezer forintot is fizethetnek utólag a furt és ásott kutak tulajdonosai, véli Gyüre Csaba, a Jobbik országgyűlési képviselője. A politikus nyíregyházi tájékoztatóján kiemelte, a jogszabályváltozások alapján minden fúrott, ásott kutat be kell jelenteni, ám ez anyagi teherrel is jár majd. Az utólagos fennmaradási engedélyeztetés illetékköteles, valamint terveztetési költségeket is fizetni kell, ami több tízezer forint is lehet, mondta Gyüre Csaba. Majd hozzátette, ezekhez társulhat még az úgynevezett vízgazdálkodási bírság.
2018. december 31-ét írja elő a jogszabály, aki addig nem tesz eleget ezen bejelentési kötelezettségének, magánszemély esetén akár 300 000 forintig terjedő bírsággal lehet őket sújtani. A Jobbik Magyarországért mozgalom mindenképpen tiltakozik ez ellen, mint ahogy látszik is, hogy nem elszavaztunk ezen törvényjavaslat ellen a Magyarországgyűlésben, és mi azt szeretnénk, hogyha ez az utólagos bejelentési kötelezettség megszűnne, illetve amennyiben a kormány mégis ragaszkodik ennek a fenntartásához, akkor adjon garanciát a kormány, hogy nem fogja adóval sújtani ezeket a kutakat. Keresztbe fordított egy személyautót egy kamion tegnap este Nyíregyházán a Tiszavasvári úti felüljáró tetején. A kamionos sávváltás közben nem vette észre a mellette szabályosan haladó autót, így ütköztek össze. A kamion több méteren keresztül tolta az autót, amelyben csak a sofőr tartózkodott. A balesetben senki nem sérült meg, az anyagi kár viszont jelentős. A helyszínen rendőrök intézkedtek, az egyik forgalmi sávot lezárták. Sokan kifogásolják, hogy bankjuk PayPass funkcióval ellátott kártyát küld, annak ellenére, hogy attól biztonsági okból idegenkednek. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Sorozatban 9. győzelmét aratta az alapszakasz utolsó fordulójában a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák 101-90-re nyertek Nagykőrösön, így a harmadik helyen zártak az NB1B keleti csoportjában. A MÁD FC csapata nyerte a negyedik alkalommal kiírt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei futszal bajnokságot. A második helyen a Nyírgyulaj KSE, a harmadikon pedig a Levelek SE együttese végzett. Sokan kifogásolják, hogy bankjuk PayPass funkcióval ellátott kártyát küld, annak ellenére, hogy attól biztonsági okból idegenkednek. A félelem alapja legtöbbször, hogy az érintéses fizetés vonzó lehet a tolvajoknak, hiszen 5000 forintos vásárlás alatt PIN kód nélkül használható a kártya. Az általunk megkeresett pénzintézet képviselője elmondta, valamennyi banknál, pénzintézetnél vannak olyan számlacsomagok, ahol PayPassos kártya jár az ügyfélnek, de az nem automatikus, és ha nem tetszik az új funkció, igényelhető hagyományos bankkártya. A PayPass a bankkártyák új generációját képviseli, a hagyományos bankkártyákkal szemben gyorsabb vásárlást tesz lehetővé. A PayPass funkcióval ellátott kártyákat kifejezetten a kis összegű vásárlások egyszerű lebonyolítására találták ki, hiszen 5000 forint alatt a kártya nem kér PIN kódot, egyszerűen csak érinteni kell és kész, de nem veszíti el hagyományos funkcióját, így a normál elfogadó helyeken is gond nélkül lehet velük fizetni. A PayPass funkciót azért tudjuk javasolni, és azért jó kedvelt az ügyfelek által, mert nem kerül ki vásárlás során a kezünkből maga a bankkártya. A bankkártya végig a szemünk előtt van, csak egy érintéssel, csak elhúzza az ügyfél gyakorlatilag, illetve az elfogadó elhúzza a terminál előtt, és így megtörténik a vásárlás. 5000 forint alatt nem kér semmiféle azonosítót, 5000 forint pedig már a bankkártya biztonsági kódját, PIN kódját kéri az elfogadó hely. A szakember hozzátette, valamennyi banknál, pénzintézetnél vannak olyan számlacsomagok, ahol PayPassos kártya jár az ügyfélnek, de az nem automatikus. Ez úgy működik, hogy az ügyfél igény szerint igényelheti, tehát nem automatikusan kap a klasszikus metszett dombonyomot, vagy klasszikus felhasználású bankkártya helyett PayPassos kártyát. Igényelheti az ügyfél, de hogyha klasszikus kártyája volt, akkor klasszikus kártya fog megújulni a lejáratkor. Amennyiben érvényes a kártya, az ügyfél, hogyha mégis PayPass technikára szeretne áttérni, vagy nem elégedett a PayPass technikával, akkor bármikor módosítható a bankkártyának a formája, a típusa. Sokan nem mernek PayPassos kártyát használni, a félelem alapja legtöbbször, hogy az érintéses fizetés vonzó lehet a tolvajoknak. Azt javasolják, a PIN kódot soha ne tartsuk a kártya mellett, valamint érdemes a kártya használatról SMS szolgáltatást kérni. Amennyiben elhagytuk vagy ellopták bankkártyánkat, jelezzük az ügyfélszolgálaton, és a pénzintézet azonnal letiltja a kártyát. Sorozatban 9. győzelmét aratta az alapszakasz utolsó fordulójában a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák 101-90-re nyertek Nagykőrösön, így a harmadik helyen zártak az NB1B keleti csoportjában. A nyíregyháziak a legjobb négy közé jutásért a nyugaton második oroszlánnyal vívnak két nyert meccsig tartó párharcot.
A vendégek előtt ott lebegett a második hely megszerzésének lehetősége, így mindenképpen győzni akartak nagykőrösen a kék cápák. Az első negyedet egy ponttal a hazaiak nyerték, a második 10 perc viszont 12 ponttal a nyíregyháziaké lett. A folytatásban tartani tudta a különbséget Siska János együttese, a nagykőrösi próbálkozásokat rendre visszaverte a nagyon egységes csapat benyomását keltő Blue Sharks, amely sorozatban 9. győzelmét aratta a bajnokságban. Nehéz meccsre számítottunk előzetesen is, azért nem legmegfelelőbb körülmények között játszanak a csapatok nagykörösen, ezt meg kell említeni, de erre készültünk, tudtuk, hogy nehéz lesz, kint vannak szurkolók, buzdítják őket, hangosak, azért behallatszik ebbe a terembe minden, és ezzel együtt készültünk, oda mentünk, koncentráltunk, első negyedben még fejfej mellett haladtunk, de a második negyedben volt egy 10 vagy 12 nullás rohanásunk, amivel igazából kicsit megtörtük az ellenfelet, és onnantól végig az eredmény után futottak. Mivel a Miskolc hosszabbítás után győzni tudott Hódmezővásárhelyen, a borsodiak maradtak a második helyen a csoport első Debrecen mögött, míg a Nyíregyháza Blue Sharks 16 győzelemmel és 6 vereséggel a harmadik helyen zárta az alapszakaszt a keleti csoportban. Maximálisan elégedett vagyok az egész csapat teljesítménye, főleg amit a második szakaszban nyújtott a csapat. Ugye 10 győzelem, egy vereséggel zártuk a második szakasz, 9 győzelem zsinórba, ezt nem kell megmagyarázni szerintem. A legjobb 4 közé jutásért a nyugati csoportban második helyen záró oroszlánnyal találkoznak a kék cápák. A két csapat februárban a HEP Kupa bronzmeccsén már játszott egymással, akkor a nyíregyháziak nyertek 94-65-re. Az oroszlány erősödött azóta, mert ugye egy amerikai játékos érkezett, illetve a régi visszajött, most még nem tudjuk, mert most már 2 van ott, és a Madár Andris ugye a Tiszaújvásba átment oda az oroszlányba, úgyhogy azért erősödtek. De felkészülünk belőlük is, győzni megyünk oroszlányon mindenképpen. A két győzelemig tartó párharc első meccsét pénteken rendezik oroszlányban, majd április 14-én pénteken Nyíregyházán találkozik a két csapat, amennyiben szükséges a harmadik meccsnek egy héttel később oroszlány ad otthont. A MÁD FC csapata nyerte a 4. alkalommal kiírt Szabolcs-Szatmár Bereg megyei futszál bajnokságot. A második helyen a Nyírgyulai KSE, a harmadikon pedig a Levelek SE együttese végzett. Az érintettek kedden vehették át érmeiket az MLS megyei igazgatósága által szervezett díjátadóján. 2013-ban az országban Szabolcs-Szatmár Bereg megyében indult el elsőként a megyei szintű futszálbajnokság. Akkor 9 csapat vágott neki a szezonnak, egy évvel később 8 együttes játszotta végig a téli időszakot, legutóbb pedig 10, köztük 2 borsodi gárda lépett pályára a hétfői játéknapokon. Az MLS megyei igazgatója szerint egyre több fehér folt tűnik el a sportág térképéről. Rendkívül pozitív volt a kép, hiszen egyrészt ugye minden eddiginél több csapat jelentkezett, 10 együttes, 8 Szabolcs-Szatmár Bereg megye és nagy örömünkre 2 Borsod-Abaúj-Zempléni együttes. Ráadásul a sportszerűség terén is talán most zártuk a legjobb évet. Gondolok itt arra, hogy minimális kiállítás volt, rendkívül sportszerű hangulatban zajlottak a találkozók, és nagyon kevés változás volt, mérkőzés, módosítás, változás, illetve ezeknél a változásoknál is nagyon rugalmasan álltak hozzá a csapatok. Ugye tudjuk, hogy olykor a termeket, a csarnokokat kibérelni nagy nehézségek árán sikerül, viszont annak is örülünk, hogy nem egy és nem két új futszálfelleg várjott létre, hiszen Levelektől kezdve a Nyírkarászki Gyulaházán játszotta a mérkőzéseit, a Mádiak mind-mind több 10, sőt adott esetben több mint 100 néző előtt játszottak. A bajnoki címet az újonc MÁD FC szerezte meg. A borsodiak 14 győzelem mellett egy döntetlent játszottak, és 3-szor szenvedtek vereséget. Mivel a MÁD FC-nek az életében az első futszál idényről beszélünk, igazság szerint a puhatolózás és az ismerkedés volt mind a sportággal, mind magával itt a szervezett bajnoksággal. Nem gondoltuk volna mi se az elején ezt, hogy ez így fog sikerülni. Hál' Istennek a meccsek erőre haladtával egyre jobb teljesítményre volt képes a csapat, és így sikerült a bajnoki címet elhódítanunk. A futszál népszerűségét tovább növelheti, hogy egyre több elemét emelik át az edzők a nagypályás csapatok játékába. Egyre inkább elfogadottá válik most már nagypályás labdarúgásban is az a nézet, hogy a futszál elemek, illetve a futszál alapok azok nem hátrányt, hanem előnyt jelentenek a játékban, és ez egyre inkább népszerűvé válik. És ez jellemző a megyére is, hiszen itt Szabolcs-Szatmár Bereg megye az elsők között volt, ahol a futszál bajnokság elindult, és valóban sikerült már olyan eredményeket elérni, amelyre felkapta az ország a fejét, elég, hogyha például csak a Csengerre vagy a Nyírgyulajra gondolunk, akik folyamatosan vitézkednek, és olykor elkapják a nagyoknak a grabancát is. Tehát
azt hiszem, hogy van mire büszkének lenni, és az pedig, hogy van-e létjogosultsága, annak a legjobb eredménye az, hogy a bajnokság egyre népszerűbb, egyre többen látogatják, tehát házas arénák előtt mennek a mérkőzések, és még egyszer mondom, hogy a színvonal is, azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy elérte már azt a szintet, amire érdemes odafigyelni. A Mád FC mögött a második helyet a Nyír Gyulai KS-e szerezte meg, a harmadik helyen pedig a Levelekese végzett. A bajnokság gólkirálya a Tarpai Dávid Gergely lett 40 góllal. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Mintegy 300 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazda nyújtott be kárenyhítési kérelmet eddig a téli fagykár miatt a Magyar Államkincstár mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerén keresztül. Fontos határidő közeleg a károsultaknak, a bejelentéseket április 15-ig tehetik meg a termelők. Akiknek van biztosításuk, a hozam kiesés akár 80%-át is megkaphatják. Két csoportszobával bővítik a nyíregyházi római katolikus Szent Imre katolikus óvodát, a beruházással júliustól a jelenlegi 50 helyett 100 gyermek járhat az intézménybe. A 175 millió forint értékű állami támogatással megvalósuló fejlesztés alapkőletételén Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára elmondta, Magyarországon jelenleg 110 ezer gyermek jár katolikus óvodába vagy iskolába, ami az 1990-es évekhez képest hatalmas fejlődés. Négy ország együttműködésével árvízvédelmi gyakorlat kezdődött ma Szabolcs-Veresmarton, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szervezésében. A nemzetközi tapasztalat szerző rendezvényen összesen 270-en vesznek részt. A magyar, szerb, szlovák és horvát csapatok 6 napon keresztül gyakorlatoznak a Felső-Tiszán, ahol egy elöntött falu mentését szimulálják. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 5-én szerdán. Friss hírekkel holnap este is jelentkezünk, híreinket addig is megtalálják honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változékony, többfelé szeles időre számíthatunk. Csütörtökön a nap első felében egy hideg front vonul át fölöttünk, amely mögött több fokkal hűvösebb levegő érkezik térségünkbe. Az éjjeli órákban erősen felhős lesz az ég, ismétlődő eső, zápor várható. Hajnalban helyenként megélénkül az északnyugatira forduló szél, reggelre általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felszakadozik, csökken a felhőzet, a néhány órás napsütés mellett gomoly felhős idő várható. Eleinte eső, később egy-egy zápor valószínű. Az északias szél megélénkül, időnként megerősödik, délutánra 12 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. Pénteken egy újabb front okoz majd felhős időt kisebb esővel, szombattól már több lesz a napsütés, és a hétvégén eső nem valószínű. Fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés mértéke, de a hajnalok hűvösek lesznek. A jövő hét elején várhatóan kedden érkezik egy újabb hideg front, többfelé esővel, záporral.